Meddig akarnak még várni ezzel? Hány kifogást fognak még találni, hogy ezért, meg azért, meg amazért nem lehet felülvizsgálni? Miért ne lehetne felülvizsgálni? Hát itt ül egy csomó jogász, kérem szépen, hát nem ismerik azt a fogalmat egy szerződéskötésnél, hogy feltűnő aránytalanság? Nem ismerik ezt a fogalmat? Csak pont ebben az ügyben nem ismerik ezt a fogalmat? Nem beszélve a csalásról, a közönséges csalásról. Úgyhogy sokkal mélyebb dolog ez, kérem szépen, és nem csak Kolontárról van itt szó, és nem csak a Kolontárhoz hasonló üzemeknek a felülvizsgálatáról van szó. Ebben jelentősen benne vannak a multik is, kérem szépen. Itt van ez a Dunaújváros melletti gumigyártás. Tessék már megnézni, hogy az mit művel a környezettel. Ki ellenőrzi? A kutya nem törődik vele. A lakosok panaszkodnak itt, ott, amott, mindenhova elmennek, kiröhögik őket. Ez egy ilyen ország. És mi ennek az országnak állítólag a képviselői vagyunk, akik ennek az ordáknak az érdekeit képviselik. Visszatérve erre a Kolontár ügyre, kérem szépen, teljesen mindegy, hogy mi van a szerződésben. Az egy csalárd szerződés, ez biztos. Ezt én nyugodt lélekkel kimerem jelenteni. A tapasztalataim alapján merem kijelenteni. Teljesen mindegy, az, aki ilyen üzemet üzemeltet, legyen az bárki, az felel a saját dolgozóiért, felel a környezetéért, felel a mellette lévő falvak élő lényeiért, mindenkiért az ég egy adta világon. Ilyen nincs, hogy nem felel érte. Teljesen mindegy, hogy benne van a szerződésben, vagy nem. Ezt tessék tudomásul venni. És mindenki felel a környezetéért és a környezete tisztaságáért, aki valamit üzemel. Mint ahogy mindenki, aki gépkocsit vezet, felel azért, hogy betartsa a Kressznek az előírásait. Ez ennyire egyszerű. Csak akarat kell hozzá, keménység kell hozzá, elhatározás kell hozzá. Köszönöm szíves türelmüket. Ékes József képviselő úr. Köszönöm elnök úr a szót, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim. 98 és 2002 között jó magam nagyon sokat foglalkoztam a 30 millió tonna szürke iszappal, az 50 millió tonna vörös iszappal, rekultivációs kérdésekkel, privatizációval, és az elmúlt 13 év alatt azzal a szabadrablással, ami tulajdonképpen Magyarországon privatizáció kapcsán végbe ment. Most, amikor a kolontári katasztrófa bekövetkezett, akkor a bizottság kikérte a privatizációs szerződéseknek azon tételeit és részeit, és talán itt kapcsolódik Rozgonyi elnök képviselőtársamhoz, ami a környezetvédelemre vonatkozott, és ami miatt olyan olcsón meg tudták vásárolni a hasonló jellegű gazdasági társaságokat. Tudja, a döbbenet részemre, aki 20 éveken keresztül tagja voltam a Környezetvédelmi Bizottságnak, és talán meglepetésként is hatott, hogy bele volt írva a szerződésbe, hogy környezetvédelmi helyreállítást és rekultivációt kell végrehajtani, de az, hogy mit, mekkora területen, hol, miből, milyen formában, milyen helyreállítás kell, ezek a szerződésben abszolút nem lettek megfogalmazva. Ez a tipikus maffia szerződés, ami irányítottan tulajdonképpen úgy zajlott le, hogy a bennfentesek és a volt valamikori kormánytagok tökéletes szövetkezése alapján adták azokat az információkat és fogalmazták meg azokat a szerződésbéli megállapításokat, ami alapján ilyen hihetetlen könnyen lehetett egy-egy céget megvásárolni. Nem illetlen mondom, hisz Kolontárral kapcsolatban, hogy annak idején volt egy kiejtett bizottsági ülésünk is, amit én kértem, ez nem csak Ajkán volt, hanem ez volt Várpalotán is, ahol próbáltunk utána menni annak, hisz a szerződést nem kaptuk meg, nem kaphattuk meg, holott ezt kértük a Bakonyi erőmű kapcsán is, tehát szerződést nem láthattunk, mert annyira titkosak voltak ezek a szerződések, hogy egyszerűen nem is tudhattuk, hogy mit tartalmaz egyáltalán. És amikor ott kötelezően fogalmaztuk meg Illés Zoltán államtitkár úrral, ugye a rekultivációnak a fontosságát, szükségességét,
a résfali építést, amire ugye most helyek köze könnyen hivatkoznak, csak hát kérdés az, hogy az összeszivattyú működött-e egyáltalán, ami a csurgalékvizek összegyűjtésére volt hivatott, vagy lett volna hivatott, de azt hiszem ezt majd a nyomozó hatóságok megfelelőképpen ki tudják vizsgálni. De Magyarország gond nem csak Ajkán és Kolontáron és Devecserben volt ilyen tevékenység, hanem ismerik a Piszkos 12. És azoknak az üzemeknek a döntő többsége hasonló eljárással lett privatizálva. És a döbbenet az, hogy ezeket a szerződéseket úgy fogalmazták meg, hogy az ég adta világon semmi nem volt benne. Hisz ezeknek az üzemeknek a működése után is, amikor már mondjuk a bauxit vagyon elfogy, és amikor leáll az üzem, akkor legalább 70 évig vagy 80 évig, ugye a környezetvédelmi szempontból ezeket állandó jelleggel vizsgálni, figyelni, rekultiválni, óvni, és adott esetben helyreállítani kell. Miből, milyen költségből, és hát itt nagyon sok kérdés ebben a kérdésben így fel tud merülni. Döbbenet volt tegnap a bizottsági ülésen, amikor a regionális környezetvédelmi hatóság részéről ugye úgy fogalmazódott meg, hogy ők tulajdonképpen nem is kaptak szerződéseket. Na most elnézést, ha nem áll rendelkezésre egy hatóságnak szerződés, privatizációs szerződés, akkor mondjuk milyen alapon és milyen formában tudja megkövetelni azt a rekultivációt, ami semmit mondó, mert nem lett beleírva a szerződésbe, hogy mit kell rekultiválni. Csak ugye fölvállal egy kötelezettséget, amire valakik hasra ütöttek, és azt mondták, hogy ennek ennyi az ára. A másik ilyen, amit érdemes ennek a törvénynek kapcsán vizsgálni, amit Kepri Lajos képviselőtársam nagyon jól fogott meg és mondott el, hogy nagyon sok olyan privatizáció történt ebben az országban, ahol erre szakosodott tudással rendelkező, vagy információval rendelkező egyének erre szakosodtak, és privatizáltak üzemeket, területeket, ahol az elsődleges feladat, és ehhez nagyon gyorsan megszerezték a megfelelő minősítéseket is, mert tudták, mikor, kit és hogyan kell ebbe bevonni, ahol üzemeket kellett rekultiválni, itt lehetne Füstfőpét, lehetne sorolni egy csomó üzemet, most nem akarom ezeket kihangsúlyozni, de ezek mind állami forrásból történtek. Valóban annyiba került a rekultivációja? Tudta és egyáltalán hivatott volt valaki arra, hogy ellenőrizze, hogy ezek a források, amelyek oda lettek költve, vagy állami, vagy európai uniós források, ezek a tényleges szakmai tartalmat fették le, és arra lett költve egyáltalán ez a forrás? Vagy ezek a források valahol máshol landoltak? És abban az időszakban, ha visszaemlékezik valaki, a 95-97 között Rozgonyi Ernő képviselőtársam is erre egészen biztosan emlékezik, sőt, mi többik bankok is alakultak erre, akik besegítettek abba, hogy a különböző forrásokat, ugye a nem lévő, fogalmazunk, hogy privatizáló személyeknek ugye adták a banki hiteleket, és akkor utána azokat szépen le lehetett írni, mert belet jelent, hogy fizetésképtelés, innentől fogva helyek közben még azok a források is eltűntek. Időközben azok a bankok is eltűntek, mert erre szakosodtak rá. Tehát nem véletlen mondom azt, hogy egy ilyen állami maffia-szerű folyamat és szervezeti formában tudtak ezek alakulni. És én, aki tényleg nagyon sokat vagyok ott Devecserbe, Kolontáron a kezdetektől fogva, és mivel ajkai vagyok, ott élek, ott születtem, Ferenczi Gábor képviselőtársammal együtt. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelentett a Piszkos 12, mit jelentett a kéményekből kijövő olyan szennyező, amely adott esetben az egész térségnek az életét tulajdonképpen megkeserítette, és nagyon jól tudjuk, hogy micsoda harcok kellettek ahhoz, hogy olyan berendezések, amelyek adott esetben csökkentették a porhatást, a kémiai hatásokat, vagy egyéb más hatást, úgyhogy a hatalmas harc volt azért, hogy ezeknek a beruházásoknak is a gazdasági társaságok eleget tudjanak tenni, vagy legalábbis meg tudják valósítani, vagy megvalósítsák. És az ilyen beruházások, vagy az ilyen privatizációk nál azért azt is figyelembe kellene venni,
hogy valóban ezek a cégek a vállalt kötelezettség mellett, a nem ismert vállalt kötelezettség mellett, mert ugye hasraütésszerűen, ugye mondtak egy összeget, hogy ez ennyibe került, azon kívül még mennyi állami forrást igényeltek, vagy uniós forrást igényeltek, mondjuk rekultiváció, vagy környezetvédelmi károk, vagy olyan berendezések beépítésére, ami adott esetben a privatizációból is mindenképpen meg kellett volna, hogy valósítsák. Tehát ilyenkor az emberben rengeteg olyan kérdés merül fel, amit érdemes együttesen vizsgálni, és ezekben a környezetvédelmi hatásokban én szeretném mindenképpen államtitkár úrnak és a beterjesztőknek is javasolni, hogy egyben vizsgálja az állami számvevőszék azt is, hogy milyen állami forrásokat a privatizáció után a rekultiváció vagy a környezetvédelmi károk felszámolására milyen egyéb állami forrásokhoz is jutottak egyáltalán ezek a gazdasági társaságok. És itt nem kimondottan a tevékenység ellen beszélek, mert ezek mögött azért mégiscsak munkahelyek vannak ott, ahol megmaradtak ezek a gazdasági társaságok, amelyek funkcionálnak, működnek és a világpiacon is tulajdonképpen jelentős szerepet töltenek be, de pont azért, hogy ebből a megfelelő tanulságot le lehessen vonni, és még egyszer Magyarországon ilyen privatizációs tevékenység ne fordulhasson elő. Ha itt megnézzük az elmúlt időszak maléves értékesítését is, ott, ahol 450 millióért adták el, majd utána ugye ennek a veszteségben 17 vagy 27 milliárd környékén mozog. Ma még senki nem tudja, mennyi pontosan az a veszteség, amiért tulajdonképpen az állam szép lassan vissza is vásárolta, vagy legalábbis tulajdonba vette. Tehát nagyon pontosan meg kell vizsgálni ezeket a tevékenységeket. Nagyon pontosan, ahogy államtitkár úr is fogalmazott, a környezetvédelmi szerződésekben rejlő, esetleges, még meg nem valósított és feltárható környezetvédelmi kötelezettségeket helyek közben be is lehessen hajtani a gazdasági társaságokon, hogy ezeket is megvalósítsák. Másik pedig az, hogy a bekövetkező katasztrofából adódóan valóban olyan törvények szülessenek, olyan környezetvédelmi törvények, olyan rendszer tudjon kiépülni, akár katasztrofa védelem területén is, hogy valóban minimalizálni lehessen az ilyen jellegű katasztrofáknak a bekövetkeztét, és lehetőleg olyan szankciókat és olyan biztosítási és banki hátteret kell mögéje rakni, hogy a gazdasági társaságot üzemeltető vagy tulajdonos cégnek a megfelelő pénzügyi garanciát is le kell tenni ahhoz, hogy a későbbi esetleges környezetvédelmi károk, nem katasztrófák, hanem károk mérséklését is tulajdonképpen ezekben a forrásokból meg lehessen valósítani. Mert a legnagyobb probléma ott van, hogy egy-egy tevékenység megszűnik, befejeződik, és akkor utána szép lassan ebek 30-adjára ott marad, és majd a közpénzekből, az állami forrásokból kell ezekért jót állni. Itt lehetne garé is, lehetne nagyon sok számos olyan környezetvédelmi kárt felsorolni, ahol tulajdonképpen nem is tevékenységet vásároltak, hanem piacot, és az összes olyan termék, amely veszélyes kategóriába tartozik, az meg ott maradt a helyszínen, és ugye az államnak kell ezért jót állnia. De ugyanilyen az önkormányzati területen végrehajtott privatizáció kérdése is. Számos ilyen van. Hisz azt lehet mondani, hogy a szolgáltatásainknak a javarészét, a szolgáltatói szektorainknak a javarészét úgy értékesítették, hogy ezek mögött nem volt meg az a megfelelő tartalom, hogy akár környezetvédelmi, akár technológiai korszerűsítésen menjen úgy keresztül a rendszer, hogy az a mai kor szellemének, követelményének is maximálisan meg tudjon valósulni. És amikor egy-egy vízdíj emlésre gondolunk, vagy egy-egy hulladék depóniára gondolunk, amiből ugye helyek közel Magyarországon 2800 darab volt, és hát ezeket is rekultiválni kell, és ezeket is legalább 50, 60, 70 vagy 80 évig tulajdonképpen figyelni kell a megfelelő mérőkutakkal és egyéb más berendezésekkel, ezeket is meg kell nézni, hogy önkormányzati területen ezek a privatizációk hogy zajlottak le. Itt is regényt lehetne mesélni és írni ezekből, hogy mi vezette a kényszeré, vagy pedig adott esetben a haszonszerzés egy-egy válfaja vezette a különböző önkormányzati gondolkodást abba az irányba, hogy a saját szolgáltatásait akár külföldi kézbe adva is
tulajdonképpen úgy adja el, hogy magának az önkormányzatnak ebből sem haszna, semmi az ég a világon nem teremtődik, egyszeri bevétel teremtődik, ugye azt nagyon gyorsan fel is használja, majd utána, amikor elvonul a társaság és bezárásra kerül a hulladék depónia, akkor majd 30 évig az önkormányzatnak a saját ott élő állampolgárainak az adóiból nyögnie kell tulajdonképpen a későbbi károknak az enyhítését, vagy adott esetben rekultivációs kötelezettségeket. Én is helyesnek tartom, és igenis el kell kezdeni, valahol el kell kezdeni. Ez a pont, ahol most jelen pillanatban, pont a katasztrófából adódóan is rá lehet világítani bizonyos kérdésekre, és hogyha itt egy ellenőrzési folyamat megindul, akkor az összes szerződést át lehet tekinteni, hogy annak a miensége, miért történt egyáltalán, milyen kötelezettségei vannak, milyen egyéb állami források kerültek ott felhasználásra, és adott esetben ezeknek megfeleltek-e azon személyek, azon tulajdonosok, vagy azon külföldi társaságok, akár szolgáltatás területén, akár termelés területén, akik ezekből a hasznot éveken keresztül, évtizedeken keresztül lesöpörték, elvitték, felhasználták, és adott esetben nem a társadalom javára és gazdagodására szolgáltatták ezeket a vagyonokat. Én ennyivel szerettem volna ezt hozzájárulni, és én is azon vagyok, és maximálisan a vizsgálóbizottsággal együtt tényleg azon vagyunk, hogy ne csak arra világítsunk rá, hogy a bajok hol keletkezhettek, ugye az építésnél, vagy a privatizációnál, vagy a helytelen technológiai működtetésnél, hanem arra is rávilágítsunk, hogy milyen törvényeket kell, és milyen szigorral kell ennek a parlamentnek megalkotnia, hogy ilyenek még egyszer ne fordulhassanak elő. És azt hiszem ebben mindannyian parlamenti képviselők érdekeltek vagyunk, és kötelességünk is, ez pedig a másik. Köszönöm a figyelmüket. A 2 perces hozzászólásra vannak bejelentkezőink, elsőként megadom a szót Kepri Lajos képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak hogy érzékeljük, hogy mégis milyen súlyos problémáról van szó. Itt már Szilágyi László képviselőtársam az előbb említett példákat, és említette az alkaloida példáját. 1997-ben ugye Horn Gyula, aki akkor még állítólag ugye tudta, hogy mit csinál, a SAK partnereinek osztogatta el az állami vagyontárgyakat. Ennek körében szintén egyik cimborájának kiprivatizálta a tiszavasvári alkaloida gyárat, annak egy havi árbevételével azonos összegért. Ugye azt tudjuk, hogy a tiszavasvári alkaloidagyárhoz egy rendkívül veszélyes hulladékokat tartalmazó veszélyes hulladék lerakó volt, ami ugye az új tulajdonosnak nem kellett, és azt ráülcsölte Tiszavasvári önkormányzatára. Azzal a kikötéssel ugye az állami privatizációs vagyonkezelő mögöttes felelősséget, tehát az állam mögöttes felelősséget vállalt az ottani környezetvédelmi kármentesítési munkálatok folyamatos folytatásáért, amire idén úgy tűnik elfogyott a keret, hiszen nincs már rá pénz. Ebben az ügyben egyébként már azonnali kérdést is intéztem itt a parlamentben a belügyminisztériumhoz. Intézkedés egyébként azóta sem történt, de ez miatt a felelőtlen privatizációs magatartás miatt juthatott el most odáig ott a helyzet, hogy nincs már meg az állami mögöttes felelősség, mert nincs pénz abban az alapban, amiből ezt finanszírozták, és tulajdonképpen egy akár katasztrófa helyzettel fenyegető helyzet állhat elő ott a településen, és ki fogja azért a felelősséget vállalni, hogy azért, mert annak idején ilyen kedvezőtlen feltételekkel privatizálták ki azt a gyárat, és maradt az önkormányzat nyakán a mocsok, a rendkívül nagy mennyiségű veszélyes iszap, ami egy ógyszergyártásból származik, és ha nem végzik tovább a kármentesítést és elszennyezi a környezetet, elég nagy mennyiségben ki fogja azért a felelősséget vállalni, és ki fog ott mögötte odaállni, hogy igen, márpedig ezt nem szabad, hogy bekövetkezzen, és ez megint csak ennek a felelőtlen privatizációs magatartásnak a következménye, miközben azt halljuk, hogy például a Simontornyai bőrgyár kármentesítésére több milliárd forintot fordítottak már, és legtöbbször az ilyen helyekről pedig az iszapot egyszerűen elviszik, akár az almás fűzítői vagy más vörösiszaptározók tetejére és filérekért lerakják, és a busás hasznot pedig zsebre teszik. Köszönöm szépen. Lenhárt Balázs képviselő úr, ugyancsak 2 perces és szigorúan 2 perces. Ékes József egy rendkívül tisztességes képviselő. Azt kell mondjam, hogy mi jobbikosok és majdnem teljes mértékben egyetértettünk a felszólalásával, úgyhogy köszönjük szépen, ezért is tapsoltuk meg. Egy dologot emelnék ki azonban a végével kapcsolatban, hogy azt mondta, hogy mindent meg kell tegyünk, hogy a
jövőben ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Ez valóban így van, csak ez még kevés. Tehát előttünk van ez az elmúlt 20 év. Mindenki tisztában van vele szerintem, aki itt ül, hogy hogy zajlottak le ezek a privatizációs folyamatok, hány visszaélés, mennyi felháborító csalás, és mennyi közpénzt loptak el mindnyájunktól, a magyar államtól. Ehhez képest az a baj, hogy nagyon kevés az a konkrét intézkedés, és az a határozott kormányzati szándék, hogy ezzel szembe tegyen valamit. Ugyanúgy, hogy az elszámoltatás késik, sajnos ezen a területen is nem látjuk az érdemi intézkedéseket. Múlt héten hallgatta meg a bizottságunk a költségvetési Fellegi Tamás miniszter urat, aki beszélt ugye a nemzeti vagyon állapotáról. Elmondta, hogy a korábbi kormányzat alatt megkötött PPP konstrukciók következtében a kormánynak a jövőben nézve összesen 3000 milliárd forintos kiadása fog ebből keletkezni. És hogy ennek függvényében megvizsgálták az ügyeket, és van, amit összevonva kezelnek, és úgy fogják majd az egész csomagot vizsgálni. Hát ez nagyon kevés, mi az, hogy kezelnek? Ott is elmondtam, és ez a lényeg, hogy ezeket a szerződéseket felül kellene vizsgálni. Hát hogyha, ahogy Rozgonyi képviselőtársam is mondta, a polgári jogban fennáll a feltűnő értékaránytalanság, akkor joga van felmondani a magyar államnak. És a privatizációs szerződéseknél is hány feltételt vállalt a privatizációért cserébe ugye a megvásárló. Ezeket mind ellenőrizni lehetne és kellene. És akkor utána rendet lehet majd tenni ebbe a szektorba, és akkor csináltunk valamit, elmondhatnánk. Most még nem. Köszönöm. Nem látok több bejelentkezőt, megkérdezem Pálfi István képviselőt, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra, akkor azt most tegye meg. Mint előterjesztő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Mindenkinek köszönöm a hozzászólásait, támogató hozzászólásait és észrevételeit. Engedjék meg, hogy egyikre másikra vagy összefoglalóan is, majd összefoglalóan is válaszoljak. Ugye leginkább az domborodott ki a vita során, hogy miféle lépés ez. Ez egy lépés valóban, és valóban az első lépés, de ahogy Illés Zoltán államtitkár úr is mondta, további lépések követik. Mi is az első és nem az egyetlen lépésnek szánjuk, hanem kifejezetten kinyitottunk egy ajtót, egy szekrényt, egy dobozt. E tekintetben újabb tabuk dőlhetnek le, és megállapíthatjuk, hogy mi van ezek mögött, az ajtók mögött. Tisztelt képviselőtársaim és Józsa Istvánnak válaszolva, hogy a lépésekkel kapcsolatban ő azt mondja, hogy ez nem tudja eldönteni, hogy előre vagy hátra. Azért azt hiszem, hogy itt a teremben jóval többen voltunk azok, akik egyértelműen láttuk, hogy előre mutató lépés, hiszen épp ez a kritika tárgya felénk, hogy egyetlen volna, de hát mondom, ez az első, tehát ilyen formában semmiképpen sem hátralépés. A másik sokak által fölvetett ugye, kérdés az, hogy parlamenti vizsgálóbizottság legyen-e, vagy a kormány hatáskörébe rendeljük ezt a vizsgálatot az országgyűlési határozattal. Ahogyan el is hangzott, hatalmas feladatot ró a kormányra ez a vizsgálódás. Ilyen formában egészen biztos, hogy a parlamenti bizottság ezt nem tudná elvégezni. Egészen biztos, hogy sem kapacitása, sem pénze, sem ereje, de talán még 385-en, ha most annyian vagyunk, sem bírnánk ezzel a feladattal. És talán nem is egy ciklusban, hanem többen. Ilyen formában helyes, hogy a kormányhoz telepítettük, ahol erre hatáskör, kapacitás, forrás és minden szakmai ismeret, hatósági lehetőség megvan. Józsa képviselőtársam említette azt is, hogy majd megkérem, hogy adják át, hogy a kormány semmi nem korlátozta eddig az ilyen tárgyú vizsgálatban. Valóban nem. De ezt nem látom problémának, ugyanis semmi nem is írta elő. Most pedig ez az országgyűlési határozat. Rozgonyi úr, önnek is fogok válaszolni.
Tehát semmi nem is írja elő. Ilyen formában most ez az országgyűlési határozat erre lehetőséget teremt. Hogy miért 2010. május 29? Mert hogyha József képviselő úr nem vette volna észre, akkor alakult az új kormány, tehát szükségtelen a kormánynak magát vizsgálnia, azt az időszakot, ami addig, attól kezdve mindmáig eltelt. Tehát a kormány vizsgálja azokat a szerződéseket, amelyek korábban más kormányok alatt köttettek, egészen a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályba lépéséig, 1989. január 1-ig. Ugye Kepri Lajosnak is válaszolva, hogyha azt akartuk volna, hogy soha ne érjünk véget ezzel a vizsgálattal, akkor parlamenti bizottságot javasoltunk volna, ezzel szemben a kormány hatékonyabb lehet. Más kérdés az, nehogy úgy tekintse, hogy a kolontári vizsgálóbizottságot szaplom ezzel, más kérdés a kolontári vizsgálóbizottság ügye, az egy nagyon célirányosan jól eltalált speciális vizsgálódás, és ahogy ön ki is fejtette már többször, rengeteg mindent találnak, ez az a keret, amit egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság meg tud oldani. Hogy a kormány kezében, ugye ezt is Kepri Lajos képviselőtársam vetette föl, milyen eszköz van vagy nincs, erre azt hiszem államtitkár úr tudna a legjobban válaszolni, mégpedig az irányban, hogy milyen eszköz van, mert van. Ez a lényeg. A szerződések betartása ügyében egyrészt bíróságon keresztül nyilvánvalóan érvényesíteni kell és lehet azokat, ahogy el is hangzott Ékes József szájából, és hogy a szerződéseket is föl lehet mondani természetesen, illetve a kárfelmérés és a károkozás megalapítása után ezek a károk perelhetőek. Tehát minden olyan, amely a vizsgálat eredményeképpen ezeket az intézkedéseket kiváltja, nyilván a kormány számára a további kötelezettségeket fog jelenteni. Ezek azok a további lépések, amelyekre államtitkár úr is gondolom utalt, hogy az első ilyen irányú lépésünket követhetik. Szilágyi Lászlónak, LMP képviselőtársunknak válaszolva, a feltételezésekkel nyilván nem fogok foglalkozni, amennyiben ő a politikai terepre tévedt ez ügyben, de hogy a környezetvédelmi hatóság ne volna alkalmas, ezt azt hiszem én is nyugodtan kijelenthetem, hogy ha van alkalmas szakmai szerv, amelyik a vizsgálódásba bekapcsolódhat, az éppen az. És valóban borzasztó látni azokat a akár Tiszavasvárit, akár Simontornyát, ahol torzó épületek rondítják el Simontornyán történetesen a város közepén, megkeserítve az ott élők életét, annak a városnak az élet lehetőségeit és a fejlődését. Összegezve, tisztelt képviselő társaim, megköszönöm a támogatásukat és a hozzászólásokat. Kérem, hogy az országgyűlési határozati javaslatot majd szavazataikkal is támogassák, mert meg kell tudnunk, hogy mi van ezekben a szerződésekben, meg kell tudnunk, hogy mi valósult meg belőlük, meg kell tudnunk, hogy mi van a föld alatt, meg kell tudnunk, hogy mi van a zsebünkben, hogy tisztán láthassunk és el tudjunk számolni a választóink előtt is mindezzel. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom. Módosító javaslat érkezett, így a részletes vitára majd a következő héten kerül sor. Most pedig megyünk tovább, soron következik a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Bánki Erik, Szalai Ferenc, fideszes, Seszták Miklós KDNP és Csizi Péter fideszes képviselők önálló indítványát TPER 33/76-os számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, Csizi Péter képviselőnek adom meg a szót 20 perces időkeretben, aki jelezte, hogy innen a vezérszónoki pulpitusról adja elő a mondandóját. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, úgy gondolom, hogy egyet értenek velem, hogyha azt állítom, hogy annyira még nem figyelt magyar sportvezető, sportoló Brüsszelre, mint amennyire